Adóhatáridő. Közel 20 ezer értesítőt küldött ki a napokban Nyíregyháza adóosztálya. A befizetési határidő szeptember 16-án jár le. Ingyenes oltás. Szeptember 13-áig nyilatkozhatnak a szülők a HPV elleni védőoltás igényléséről. Tirpák Fesztivál. Idén gazdagabb program kínálattal várják a látogatókat Nyíregyházán. Közel 20 ezer értesítőt küldött ki a napokban Nyíregyháza adóosztálya. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A dokumentumot azok kapták meg, akiknek adófizetési kötelezettsége vagy túlfizetése van helyi adó tekintetében. A 2024 második fél évére esedékes befizetési határidő szeptember 16-án éjfélkor jár le. Közeledik a második féléves helyi adók befizetésének határideje. Nyíregyháza polgármesteri hivatalának adóosztálya segítve az önkéntes adófizetést. A napokban minden érintett részére megküldte az erről szóló értesítőt. Összesen több mint 19 ezer levelet kézbesítettek. Ezeket azok az adózók kapták meg, akik számára a helyi adóhatóság előírt valamilyen adófizetési kötelezettséget. Ugye ennek az adónak a címzettjei elsősorban itt Nyíregyházán nagy részt a vállalkozások, hiszen a helyi iparűzési adó az egyik legfontosabb adónemünk, de természetesen magánszemélyek is kaptak ilyen értesítőt, hiszen vállalkozások és magánszemélyek egyaránt fizetnek hozzánk építményadót, tehát ezért ezt az értesítőt ők is megkapták, és ami a harmadik adónemünk, az idegenforgalmi adó, ez is szerepel majd az értesítőkön, amennyiben az adózó esetleg elmulasztotta megfizetni ezt az adótípust. De nem csak azok kaptak értesítőt, akiknek fizetési kötelezettségük vagy hátralékuk van, hanem azok is, akiknek esetleg túlfizetésük. A tapasztalatok szerint bőven akadnak ilyen vállalkozások Nyíregyházán, körülbelül fele-fele arányban tartalmaznak ilyen adatokat a megküldött levelek. Az adózóink jogkövetőek általában, és jelentős részben meg is fizetik az adókat határidőre. Természetesen mindig van egy olyan adózói kör, aki valamilyen oknál fogva nehézség, vagy egész egyszerűen csak azért, mert elfelejtette befizetni, nem tudta a határidőben befizetni. Ezekkel szemben pedig több jogszabályi lehetőségünk van. Nem csak a végrehajtáson gondolok itt, hanem hogyha az adózó minket felkeres, akkor kérhet fizetési könnyítést is, részletfizetést, vagy akár fizetési halasztást is, amennyiben valamilyen nehézséget támad az esedékes adó befizetésével, és ugye ilyenkor azoktól a hátrányos jogkövetkezményektől, mint például a végrehajtás, mentesül. Az adók befizetésére több lehetőség is van, mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak. A magánszemélyek részére csekket küldtünk, hiszen számukra ez az egyik megoldás, a másik pedig az átutalás, természetesen ez mindenki számára nyitott, és az önkormányzati portálon pedig online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik az adózóink az adókötelezettségüket. A 2024 második fél évre esedékes helyi adók törvényes befizetésének határideje 2024. szeptember 15. napja. De mivel ez heti pihenő napra esik, így a határidő csak szeptember 16-án éjfélkor jár le. Eddig az időpontig több mint 8 milliárd forint beérkezésére számít a nyíregyházi adóosztály. Már csak ezen a héten nyilatkozhatnak a szülők az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről. Szakemberek szerint a vakcinával 90%-ban megelőzhető a méhnyakrák kialakulása, de a humán papilloma vírus számos más férfiakat érintő ráktípussal is összefüggésbe hozható. Az oltást a beleegyező nyilatkozat kitöltésével a 12. életévüket betöltött 7. osztályos tanulók számára kérhetik a szülők. Szeptember 13-ig nyilatkozhatnak a szülők a HPV elleni ingyenes védőoltás igényléséről. Az onkológus szakember elmondta, az oltás beadásával a méhnyakrákos megbetegedések igen nagy számban lennének megelőzhetőek. A HPV az a humán papillomavírust jelenti, a védőoltás pedig ezeknek a vírusoknak egy pici darabjából készült olyan oltás, ami semmilyen módon nem okozhat betegséget. Magát a rendszert azt körülbelül 30 évvel ezelőtt állították már be. A kipróbálások alapján 9 éves kortól lehet alkalmazni,
Az az ajánlás, hogy 11-12 éves lányoknak és fiúknak kell adni. A fiúknak azért, hogy a későbbiek során a partnereket ne tudják megfertőzni. A ményakrák ma Magyarországon, de a világon is az egyik, ha nem is a leggyakoribb, de gyakori rosszindulatú dagantos megbetegedés. Magyarországon a 7. helyen áll, évente 1000-1200 esetet diagnosztizálunk, és évente 600 beteg hal meg. Ebből egynek sem kellene meghalni, és hogyha sikerülne a védőoltásokat úgy kiterjeszteni, hogy az egész társadalom át lenne oltva, akkor ez a rettegett betegség megszűnne. Ezek az oltások mind beadásra várnak. Szakemberek szerint nincsenek egészségre káros mellékhatásai. A korábbi statisztikák azt mondják, hogy a HPV elleni védőoltást évek óta a lányok körülbelül 80%-a, a fiúk 68%-a veszi igénybe. Maga HPV vírus a szexuális úton terjedő betegség, vírusfertőzés, akkor érdemes már gondolni arra, hogy rákszűrő vizsgálatra is kell menni, amikor már túl volt az első aktuson a hölgy. De maga a védőoltásra sokkal korábban, még a nem élet megkezdés előtt célszerű. Az oltóanyag a szakemberek szerint azért hatásos, mert segítségével visszaszorítható a magas kockázatú HPV vírus okozta megbetegedések kialakulása. Most nem tudnám megmondani, hogy a társadalom hány százalék az, aki csípőből utasítja el a védőoltást, úgy amblok. De ez nem magyar jelenség. Hát ha szomszéd országokban látjuk, védőoltásokat utasítottak vissza, kolera elleni védőoltást, és gyerekek nagyon sokan haltak meg itt a szomszéd országban, Romániában, kolerában. Tehát a védőoltást ismerjük, gyerekkorunktól kapjuk, soha senkinek semmilyen ellenkezése nem volt. Egyedül az utóbbi néhány év az, amikor valamilyen kordivat alapján itt védőoltás ellenesek is lettek. Én nem azt mondom, hogy védőoltás rajongónak kell lenni, csak hogy elfogadjuk azt, hogy az antibiotikum szükséges torokgyulladásnál, meg tüdőgyulladásnál, akkor fogadjunk már el azt, hogy a nőgyógyászok kivétel nélkül ezt mondják, hogy a ményakrák megelőzhető, ha mindenki be van oltva, ez a betegség eltűnik a föld színéről, épp úgy, mint a fekete himlő. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra biztatja a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekükkel a védőoltás jelentőségéről. A döntés meghozatalakor kérjék a védőnők, házi orvosok véleményét. Fontos, hogy minden esetben megbízható forrásból tájékozódjanak. 1 milliárd forint értékű támogatást hívhatnak le a vidéki kávéházak és alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhelyek. A Magyar Turisztikai Ügynökség közleménye szerint mintegy 1000 ilyen vidéki vendéglátóhely pályázhat szeptember 9-től az összesen közel 1 milliárd forint értékű visszanemtérítendő forrásra. A kormány által indított program keretében igényelhető üzletenként 1 millió forint értékű támogatást korszerű konyha technológiai és a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök vagy készletek beszerzésére, a gazdaságos üzemelés támogató fejlesztésekre, illetve nagyobb beruházásokhoz használhatják fel a vendéglátóhelyek. Szeptember közepén a hagyományoknak megfelelő tipikus tirpák ételekkel várja a látogatókat a Tirpák Fesztivál Nyíregyháza belvárosában. A gasztroforgatag mellett 14 helyszínen zajlanak kísérő programok, amelyek a népi hagyományokra építve idén is elősegítik a kulturális értékmentést. Az egész hétvégés rendezvény miatt forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Ezek a két évvel ezelőtti rendezvény képei. A Tirpák Fesztiválon kínáltak lapcsánkát, csülkösbabos káposztát, gulyáslevest, paccal vagy éppen birkapörköltöt is. Az első fesztivált 2012-ben rendezték meg Nyíregyházán. A kezdeményezés célja a tirpák hagyományok életben tartása, azok bemutatása a gasztronómia és a művészetek terén is. Az elnevezés egy örök emlékezés azokra, akik elkezdték építeni a várost. A múzeum kín is lesz mind a két napon, és próbál autentikus dolgokat gyűjteni az emberektől, regisztrálni őket, ki az, aki úgy gondolja még itt Nyíregyházán, aki itt van a téren, hogy Tirpák családból származik, milyen emlékeik vannak, mert ha egy város elvesztette
az alapidentitását, és ez Nyíregyház esetében a tirpáksághoz köthető egyértelműen és nem máshoz, akkor megváltozik a kép, a lelkisége, megváltozik a pörgése, a fejlődése és minden, ami az embereket itt tartja a városban, és ezért is, mivel ez egy 24. órás történet itt Nyíregyházán, hiszen nagyon kevesen vannak már, akik autentikusan őrzik nem csak a nyelvet, hanem a hagyományokat is, és ezt megpróbáljuk mindenféleképpen úgy fenntartani, hogy ez ne csak egy elszállott szó legyen, hanem összeszedni minden olyan együttest még nem csak Nyíregyházáról, hanem akinek kötődése van Nyíregyházához, például Garamszent György személyében, ahol Nyíregyházán született emberek is élnek. A Tirpák Fesztivál idén gazdagabb programkínálattal várja a látogatókat, ahol az örökváltság megszerzésének 200. évfordulóját is megünneplik. 13-án egy konferenciával indul az örökváltság emlékműnek a megkoszorúzásával, és hát a Tirpák Fesztivál napján 14 helyszínen különböző kulturális programok vannak, rengeteg csapat, rengeteg féle, több mint 90 féle étel, 500 forintos kóstolójeggyel, tehát igyekeztünk megszólítani mindenkit, akinek a tirpák hagyományokhoz köze van. A közös tirpák ünnepen az evangélikus egyház is megjelenik külön sátorban, ahol a főzés mellett szellemi táplálékkal is szolgálnak majd az egykor evangélikus vallású város főterén. A hagyományápolás jegyében életre hívott fesztivál programjaival ebben az évben is minden korosztályra gondoltak a szervezők, így igazi családi program lehet szeptember 14-én és 15-én a Tirpák Fesztivál. A nagyfokú érdeklődés miatt a rendezvény idején forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a kerékpárosokra is vonatkozik. A közelmúltban választották a Nemzet Színészévé Hegedűs D. Gézát, aki a napokban adott nagy sikerű koncertet Nyíregyházán, a Szimbád szabadtéri pódium színpadon. A művész pályája kedves dalaiból válogatott. Partnerei voltak Kis Eszter Júlia és Vecsei H. Miklós. Hegedűs D. Géza, Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészt az elmúlt napokban választották kollégái a Nemzet Színészei közé. A címet egyszerre maximum 12-en viselhetik, és ha meghal valaki közülük, akkor a cím többi birtokosa dönti el, ki kerülhet a megüresedett helyre. Az ibrányi születésű színész rendező 49 éve a Vígszínház társulatának tagja, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára, csaknem 150 színpadi szereppel, 40 rendezéssel és több mint 70 film, illetve tévéjátékkal a háta mögött, a mai napig nemzedékének egyik legtöbbet játszó, legaktívabb művésze. Hegedűs D. Géza az idei színházi évadban éppen Nyíregyházán lépett először közönség elé azután, hogy nyilvános lett a Nemzet Színésze elismerő cím. A művész mindig nagy szeretettel beszél Ibrányról, gyermekkora színhelyéről. Amikor Ibrányban gyerekeskedtem, az a 1953-tól adatott meg nekem, és ott rúgtam a bőrt, vagy a legelőn szaladgáltam a barátaimmal, vagy kinn a Tiszaparton, örültünk a nyári napfénynek, vagy mentünk Kovács Pisti barátommal zörgő rozsdás biciklinken a csomagtartóra egy-egy ilyen kenderzsákot fölcsatolva, mentünk ki a határba a disznónak disznóparédot dudvá gyűjteni. Nem gondoltam volna én akkor, hogy 2024-ben itt fogok állni önnel szemben, és arról beszélgettünk, hogy milyen érzés a Nemzet Színésze egyikének lenni. Egy nagy névsornak a végére kerültem én, szóval szerénynek kell lenni, és tényleg nagy tisztelettel és szeretettel és hálával gondolok azokra a nagy elődökre, akiknek én most a nyomába léphettem. Fantasztikus érzés, és még egyszer mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés.
A nyíregyházi szimbád szabadtéri színpadon Hegedűsdé Géza partnere volt korábbi tanítványa, Vecsei H. Miklós, aki Cseh Tamás alakját idézte meg az esten. A színművész a Semmel Weiss film forgatása közben ismerkedett meg a Cseh Tamásról szóló könyvvel, amiből egy színházi est is született. Két nagyon fontos barát, alkotó társamat felhívtam, hogy nincs-e kedvük összerakni egy Cseh Tamás estet, ami most rendhagyó módon nem a Cseh Tamás dalokból áll, hanem az ő történeteiből, és persze a dalok végül színesítik ezeket a történeteket. És nekem Hegedűsdé Géza a mesterem volt az egyetemen, tulajdonképpen példaképpen mesterem és most már barátom. Sok többször játszottunk apa-fia szerepet, mester és tanítvány szerepet, és ez nekem az ő jelenléte mindig nagyon fontos, és most, hogy két napja ő lett a nemzetszínésze, és ez az első fellépés, ez nekem egy óriási élmény, hogy velem osztja meg most ezt az első ilyen alkalmat. Jó estét, nyám! Jó estét, szerelem! A nemzetszínésze pályájának fontos állomásait idézte fel a dalokkal. Felcsendültek többek között a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a Kőműves Kelemen, a Jó estét nyár, Jó estét szerelem és a Padlás jól ismert dallamai is. A koncerten a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésznője, Kis Eszter Júlia, három duó felhangzásakor Hegedűsdé Géza partnere volt. Az elhangzott dalokat Hegyi Dávid kísérte zongorán. Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a vádlottat, aki az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. 2023 nyarán az italozó életmódot folytató vádlott egy veszekedés során kést ragadott és élettársát 2-szer a nyakán, majd a combján is megszúrta. A sértetnek sikerült elmenekülnie, majd a házat elhagyva segít. Kért. Az ítélet nem jogerős. Négy csapat részvételével rendezik meg Nyíregyházán a Fátum Kupa pénzdíjas nemzetközi női röplabda tornát. Szombaton 16 órától a Békés Csaba és a szlovén Kalcit Kamnik lép pályára a Continental Arénában, majd 19 órától a házigazda nyíregyháziak játszanak a román CSM Lugos csapatával. Vasárnap 11 órától a bronzmérkőzést, 14 órától pedig a döntőt láthatják majd a szurkolók. Ahogyan az már megszokott, a felkészülés hajrájában sorra rendezik a tornákat a röplabda csapatok is. Nyíregyházán ezen a hétvégén 4 együttes lép pályára a 1,5 millió forint összdíjazású Fátum Kupa nemzetközi női tornán. A több mint fél évtizedes múltra visszatekintő rendezvény ezúttal kibővül egy 3 csapatos utánpótlás tornával, amelyet szombat délelőtt tekinthetnek meg az érdeklődők a Continental Arénában. Emellett számos más program is várja majd a szurkolókat a Röplabda Weekend elnevezésű hétvégén. Immáron 6. éve rendezzük meg ugye a nemzetközi pénzdíjas Fátum női röplabda tornát, de egy picit tovább gondoltuk, és Litvai Zoltánnal, a Fátum ügyvezetőjével gondolkodtunk, hogy hogyan lehet még nagyobb aktivitást és még nagyobb teret nyújtani a szurkolóknak, kicsiknek, nagyoknak. Régi álmunk teljesült azzal, hogy magát a felnőtt tornát egy utánpótlás kupával, egy utánpótlás mini tornával ki tudjuk egészíteni, ami szombat délelőtt és kora délután fog zajlani, majd ezt felvezetésként folytatja maga a Fátum Kupa, ahogy a két külföldi csapat, a Lugos, a román Lugos, illetve a Kalcit Kamnik Szlovéniából érkezik, illetve a mindig nagyon erős Békés Csaba. Tehát mind szakmailag, mind aktivitás terén egy komplex hétvégére készülünk, ami tulajdonképpen nem csak Fátum Kupa, hanem Fátum Weekend is. Szeretnénk azt, hogyha nem csak a mérkőzésekre jönnének a tulajdonképpen is szurkolók, hanem a Magyar Röplabda Szövetség segítségével több aktivitást is meg tudunk valósítani. Lesz tekvoli asztal, lesz ugrálóvár, lesznek showelemek, kvázi mint egy bajnoki döntő vagy egy kupa döntő. Úgy próbáljuk ezt az eseményt megszervezni. Tehát a jótékonykodás mellett a szakmaiságon túl én azt gondolom, hogy egy ilyen család összetartó jellege is lesz, kicsiktől a nagyokig, akár egészségügyi szűrésekig minden olyan aktivitást meg fogunk mutatni, amit meg tudunk ebben a két napban.
A nyíregyházi csapatban 9 magyar, köztük 7 hazai nevelésű játékos mellett 4 légiós lép majd pályára. A 2024-25-ös szezonban mind a bajnokságban, mind a kupában éremért szeretne harcolni az Adrián Csilinszky által irányított együttes. Az utóbbi 2-3 év az drasztikusan megrogyasztotta, finoman szólva, és nem csak Nyíregyházán, hanem úgy országos szinten is az élsportot. És szeretnék, most nem mondom azt, hogy nulláról építkezve, de egy kicsikét hátrább lépve, és sokkal fontosabban, sokkal körültekintőbben rákészülni a szezonra, a szezonokra. Jelen pillanatban semmilyen extra elvárásom nincs, mindenképpen szeretnénk dobogós helyet természetesen elérni. A lányok is így vannak motiválva, az edzők abszolút erre vannak predesztinálva, meglátjuk, hogy mit fog hozni a szezon majd. A szervezők a rendezvény bevételét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház javára ajánlották fel. Az intézmény az árnyékolás technika fejlesztésére fordítja az összeget. A felajánlások nem ritkák, de most itt gondolkodom, hogy a sportrendezvényhez kapcsolódóan volt-e az utóbbi időben, de volt, mert ugye az onkológiai osztályunkat támogatták a városi futással. Azért hál' Istennek akkor előfordul, és ez nagyon örvendetes tény, mert ugye itt a civil szervezetek, sportrendezvényeknél az összefogás az mindig nagyon fontos és támogató a kórház életében. A torna szombaton 16 órakor a Békés Csaba és a szlovén Kácit Kámnyik mérkőzésével kezdődik a Continental Arénában, majd 19 órától a házigazda nyíregyháziak játszanak a román CSM Lugoj csapatával. Vasárnap 11 órától a bronzmérkőzést, 14 órától pedig a döntőt láthatják majd a szurkolók. Összesen 19 gól született a két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli NB1-es futszál csapat legutóbbi mérkőzésén. A Nyírbátor 7-3-ra legyőzte a Magyar Futszál Akadémiát, az A-stúdió futszál Nyíregyháza pedig hazai pályán 6-3-as vereséget szenvedett az Újpesttől. A nyíregyháziak csütörtökön a Magyar Futszál Akadémiához látogatnak, a nyírbátoriak pedig pénteken szintén Budapesten a Rubeola FC otthonában lépnek pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Az esedékes helyi adókat, késedelmi pótlékokat, előírt bírságtételeket, valamint az adózó túlfizetését is tartalmazzák azok az értesítők, amelyeket a napokban postázott Nyíregyháza adóosztálya. A befizetés határideje szeptember 16-án éjfélkor jár le. A magánszemélyektől és a cégektől több mint 8 milliárd forint beérkezésére számít az adóosztály. Szeptember 13-áig péntekig nyilatkozhatnak a szülők a HPV elleni ingyenes védőoltás igényléséről. A vakcinát a 12. életévüket betöltött 7. osztályos tanulók szülei kérhetik, az oltást kizárólag beleegyező nyilatkozat kitöltésével adathatják be a szülők gyermekeiknek. A méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV ellen 2006 óta létezik oltás, 10 éve térítésmentesen kérhető a 12 éves lányoknak, 4 éve már a fiúknak is. Az örökváltság 200. évfordulóján gazdag program kínálattal várja Nyíregyháza a Tirpák Fesztivál közönségét ezen a hétvégén. A hagyományos belvárosi gasztró forgatag mellett számos kulturális rendezvény kíséri a Tirpák tradíciókat őrző programsorozatot. A két napos fesztivál miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a városban. Szeptember 10-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Végre megérkezett a szeptembert idéző hűvösebb idő hazánkba is. Kedd este is jelentősebb mennyiségű esőre számíthatunk az ország keleti felén, hajnalban 14-16 fokig hűl le a levegő. Szerdán napközben nyugat felől folyamatosan szakadozik a felhőzet, de a Tiszán túlon még várható csapadék. Visszamelegszik ugyan a levegő, de 30 fok alatt maradnak a csúcsértékek, jelentősebb lehűlésre és újabb csapadék hullámra majd csak péntektől készülhetünk.